© transcript Emily Beynon

Tisztelt Komlójak, tisztelt emlékezők! A Trianoni tragédia századik évfordulójára emlékezünk most. A magyarság több mint ezer éves történelmében nagyon sok tragédián mentünk keresztül. Ez a száz évvel ezelőtti nem tudta tönkretenni a magyarságot. Mert a magyarság, akárhol él a világban, akárhova taszította el a történelem, mindig magyarnak próbálja érezni magát, és őrzi a magyar kultúrát. Trianon száz éve borzasztó tragédia volt a magyarság életében. Most, amikor a 21. századba erre emlékezünk, és jó magam, részese lehettem 2010-ben annak a parlamenti időszaknak, amelyet azzal kezdtünk, hogy a Nemzeti Összetartozás napjává tettük ezt a napot. Igen, teljesen mindegy, hogy vajdaságban él a magyar, Erdélyben, Szerbiában, Felvidéken, mindenhol megőrizte a kultúráját, és példát mutatott az anyaországban élő magyaroknak. Az ő szenvedései mutatnak nekünk példát arra, hogy a magyarság összefogásával bármit el tud viselni, és példát tud mutatni. Ez adjon nekünk erőt a következő ezer évre. Vas Albert gondolataival kívánok méltó megemlékezést. Trianon árnyékában élve feledjünk el minden személyi sérelmet, pártoskodást, és nyújtsunk testvérkezet mindenkinek, aki szívében és szándékában magyar még, még akkor is, ha nézeteink sok mindenben nem egyeznek. Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig, mindig gondoljunk rá. Mert nem lehet feledni, nem, soha, amíg magyar lesz és emlékezet, jog és igazság, becsület, remény, hogy volt nekünk egy országunk-e földön, melyet magyar erőszerzet vitézül, s magyar szív és ész tartott meg bizony. Egy ezer évnek vére, könnye és verejtékes munkája adta meg szent jussunk a te drága hagyatékhoz. És nem lehet feledni, nem, soha, hogy a miénk volt a kedves pozsony, hol királyokat koronáztak egykor. és a legnagyobb magyar hirdette hévvel, nem volt, de lesz még egyszer Magyarország. És nem lehet feledni, nem, soha, hogy a miénk volt legszebb koszorúja Európának, a Kárpátok éke. És miénk volt a legszebb kék szalag, az Adriának gyöngyös dísze. És nem lehet feledni, nem, soha, hogy a miénk volt nagybánya, ahol Ferenci festett. Mestereknek álma napfényes műveken föltündökölt, s egész világra árasztott derült. És nem lehet feledni, nem, soha, hogy váradon egy adi énekelt, és holnapot hirdettek magyarok és nem lehet feledni. Nem. Soha a bölcsőket és sírokat nekünk. Magyar bölcsőket, magyar sírokat. Dicsőség és gyász örökfészkeit. Mert kifeledni, hogy Verecke útján jötte hazába a honfoglaló nép, és kifeledni, hogy erdélyi síkon tűnt a dicsőség nem múló egébe az ifjú és szabad Petőfi Sándor. Ő egymaga a diadalmas élet, Út és igazság csillaga nekünk. Ha őt fogod követni gyászban, ányban, balsosban és kétségben, ó magyar, a pokol kapuin is győzni fogsz, s a földön föltalálod már a mennyet. S tudnád feledni a szalontát, hol Arany Jánost a dajka? Mernéd feledni a kincses kolozsvárt, hol Korvin Mátyást ringatá a bölcső? Bírnád feledni Kassa szent halottját? és lehet feledni az aradi ősker 13 magasztos álmodóját? Kik mind, mind várnak egy föltámadásra. Trianon gyászos napján, magyarok, testvéreim, ti szerencsétlen, átkos, rossz csillagok alatt vírasztva járók, ó, nézetek egymás szemébe nyíltan, és őszintén, és a nagy, nagy sír fölött ma fogjatok kezet, és esküdjetek némán. Csupán a szív veréseivel és a jövendő hitével egy nagy esküt, mely az örök életre kötelez. A munkát és a küzdést hirdeti, és elvisz a boldog föltámadásra. Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig. Mindig gondoljunk rá. Az első világháborúban győztes hatalmak, Anglia, Franciaország és az Egyesült Államok Magyarországot olyan béke megkötésére kényszerítették, amelynek következtében Magyarország elvesztette területének 66%-át, lakosságának pedig 72%-át. 1920. június 4-én kötötték meg a trianoni békét, azaz pontosan 100 évvel ezelőtt. Feltehetjük a kérdést, hogy 100 év távlatából hogyan viszonyuljunk az akkori eseményekhez. Van, aki azt mondja, hogy ne foglalkozzunk már túlságosan sokat vele, felejtsük el egyszer mindenkorra. Mások viszont kitartanak amellett, hogy sokat kell róla beszélnünk, és minden évben meg kell emlékeznünk róla. Én az utóbbiak mellett vagyok, hiszen a magyar történelem nagyon sok tanulsággal szolgál, ezért érdemes minél gyakrabban újra és újra elemezni azokat a sorskérdéseket, amelyek életünket, az ország lehetőségeit jelentős mértékben befolyásolták. Trianonnak napjainkig ható következményei vannak. Gondoljunk csak azokra a magyarokra, akik idegen fennhatóság alatt élnek, és manapság is kivannak téve negatív megkülönböztetésnek, sokszor megaláztatásnak. Elég, hogyha csak az úzvölgyi, katonai temető meggyalázására utalok a szomszédainkkal meglévő bizalmatlan viszony is az elmúlt évtizedekben ide vezethető vissza. Ezért minden évfordulón el kell mondanunk a tényeket és azokat az okokat, amelyek ide vezettek. Elmondtuk már százszor, el kell mondanunk 101. alkalommal is, hogy emlékeztessük a világot a sok igazságtalanságra, és hogy az utánunk következő nemzedékek okuljanak belőle. Egy magyar ember számára érzelmek nélkül beszélni Trianonról nem lehetséges. Én is azt mondom, hogy időközönként érzelmi húrokat is kell pengetnünk, mert csak így tudunk mélyebb nyomot hagyni az utókorra. Tudomásul kell venni azt, hogy a Trianoni béke a magyarság számára egy olyan seb, amelyik soha nem gyógyul be. Illetve, hogyha már begyógyul, akkor azok már nem is mi vagyunk. Ha beszélünk Trianonról, akkor azért mindenféleképpen törekednünk kell a tényszerűségre és a tárgyalagosságra, mert csak így lehetünk hitelesek mindenki számára. Mi is volt a Trianoni béketartalma? Az első világháborúban vesztes országokat megbüntették a győztesek. Itt kevésbé, itt jobban, minket nagyon, sőt mérhetetlenül. Hogyha nézegetjük ezeket a területi változtatásokat, amelyek bekövetkeztek a Trianoni békében, akkor érdemes a térképet is nézegetnünk, hiszen a térképnek a jelei és a színei sokkal szemléletesebb képet adnak arról, ami történt. Magyarország területéből Romániához csatolták Erdélyt, a Párciumot és a Bánát keleti részét, 103 ezer négyzetkilométert és 1,6 millió magyart. Csehszlovákiához Kárpátalját, Felvidéket és a Csalóközt 62 ezer négyzetkilométerrel és kb. 1 millió magyarral. A szerb szlovén királysághoz került a Bánát nyugati fele, Bácska, a Muraköz és a Muravidék, kb. 600 ezer magyarral. Ausztriába, a mai Burgenlandba 26 ezer magyar került. A béke nem csak területi változtatásokat írt elő a magyarság számára, hanem kimondták azt is, hogy Magyarország nem tarthat 35 ezer főnél nagyobb hadsereget, és ennek a hadseregnek nem lehet nehéz fegyverzete. Sőt, ez a hadsereg csak önkéntesekből állhat körülbelül tíz éven keresztül Magyarországot minden területen ellenőrizték. A béke aláírása után két területen zajlottak érdekes események, amelyek befolyásolták azt, hogy Magyarország milyen területeket veszít el. Az egyik az közismert, a Sopron és környéke, ott 1921-ben a nagy ellenállás miatt a győztes hatalmak megengedték, hogy népszavazást tartsunk, és ennek a népszavazásnak az eredményeként az ott élő lakosság Magyarországhoz való tartozás mellett döntött. Így Sopron is környéke megmaradhatott Magyarország része. A másik érdekes dolog itt a közelünkben történt Baranya megyében. 1918. decemberében ugyanis a Balkánt megszálló francia haderő engedélyezte a szerbeknek, hogy elfoglalják Baranya megye déli részét és Pécs városát. A béke azonban Baranya megyét Magyarországnak ítélte. Ezért a szerbeknek ki kellett vonulni erről a területről, akik viszont 1921. augusztusában tették csak meg ezt a lépést. A szerbek kivonalása előtt néhány nappal, azonban Linder Béla vezetésével kikiáltották a bajai, baranyai szerb köztársaságot, és azt szerették volna elérni, hogy ez a terület Szerbiához tartozzon. Arról a Lindel Béláról van szó, aki a Károlyi kormány idején a hadügyminiszteri tisztséget töltötte be, és aki pontosan akkor nem akart sok katonát látni, amikor a legnagyobb szükség lett volna rá. Nem véletlenül kapott a későbbi Jugoszláviában magas állami kitüntetést. Részlet Aponyi Albert gróf vezető szóbeli válaszából a Magyar Béke delegációnak átadott békefeltételekre. Párizs 1920. január 16. A történelmi Magyarország tehát Európában egyedülálló természetes földrajzi és gazdasági egységgel rendelkezik. Területén sehol sem húzhatók természetes határok, és egyetlen részét sem lehet elszakítani, anélkül, hogy a többiek ezt meg ne szenvedjék. Ez az oka annak, hogy a történelem tíz századon át megőrizte ezt az egységet. Önök visszautasíthatják a történelem szavait, mint elvet egy jogi konstrukció megépítésénél, de a történelem tanulságát, amelyet az, ezer éven át hangoztatott, figyelembe kell venni ők. Nem a véletlen, hanem a dolgok lényege nyilvánul meg ebben. Magyarország egy organikus egység minden feltételével rendelkezik, egyet kivéve, és ez a fai egység. De, mint az imént mondottam, azok az államok, amelyeket a békeszerződés értelmében Magyarország romjain építenének fel, szintén nem rendelkeznének a fai egységgel, az egység egyetlen olyan elvével, amely Magyarországnak nincs meg, és hozzáteszem, hogy az egység egyetlen alapelvével sem fognak bírni. Az alakítandó új államok átvágnák a földrajz természetes határait, megakadályoznák a hasznos belső vándorlást, amely a munkást a kedvezőbb munkalkalmak felé irányítja, megszakítanák a tradíció fonalait, amelyek a századokon át együtt élőket közös mentalitásban egyesítették, akik ugyanazon eseményeket, ugyanazt a dicsőséget, fejlődést és ugyanazokat a szenvedéseket élték át. Nem jogosult-e tehát a félelmünk, hogy itt az állandóságnak kipróbált oszlopa helyett a nyugtalanságnak újabb fészkei fognak keletkezni. Nem szabad magunkat illúziókban ringatnunk ezeket az új alakulatokat az irredentizmus aknázná alá sokkal veszedelmesebb formában, mint azt egyesek Magyarországon fölfedezni vélték. Ez a mozgalom, ha létezett is Magyarországon a műveltebb osztály egy részénél, a nép nagy tömegeit sohasem hatotta át. Az új alakulatokat azonban oly nemzetek irredentizmusa aknázná alá, amelyek nem csak idegen hatalom uralmát éreznék de az övéknél alacsonyabb kultúrájú nemzet hegemóniáját is. És itt organikus lehetetlenséget kell megállapítanunk. Minden esetre feltételezhetjük, hogy még egy magasabb kulturális fokon álló nemzetiségi kisebbség is képes a hegemónia gyakorlására, egy alacsonyabb fokon álló többséggel szemben, de hogy egy alacsonyabb kulturális fejlettséggel bíró kisebbség vagy egy igen csekély többség hegemóniával bírhasson, elérhesse egy magasabb kulturális fokot elért nemzetiség önkéntes alárendelődését és morális asszimilációját. Ez, uraim, organikus lehetetlenség. Felmerül a kérdés hogy 1920-ban a történelmi Magyarország sorsa miért alakult így. A történészek egy része azt mondja, hogy a válaszért évszázadokra vissza kell menni, mások elhibázott nemzetiségi politikánkat okolják. A monarchia idején hiányzott az önálló magyar hadsereg, és önálló diplomáciát sem folytattunk, mondják mások. A károlyi kormányt és a tanácsköztársaságot is sokan okolják. A háborús veresség, a győztes hatalmas stratégiai céljai és az utódállamok érdekei. Sok esetben megalapozatlan mohósága is a tragédiánknak. Úgy gondolom, hogy ezek a tényezők együttesen hatottak. A győztes hatalmaknak az volt az egyik legfontosabb szempontja, hogy Németországot meggyengítsék. Ennek az egyik eszköze az volt, hogy a területi változtatások mellett hatalmas jóvátétel fizetésére kötelezték Németországot. Németország gyengítésének másik feltétele, hogy meg kell fosztani egy természetesnek mondható szövetségesétől az osztrák-magyar monarchiától. Ennek eszköze a monarchia felbomlasztása. Szovjet-Oroszország ellensúlyozását pedig az egymással szoros együttműködésben lévő nemzetállamokra lehet bízni, azaz Csehszlovákia, Románia és Jugoszláviára gondolták illetve ennek érdekében szinte minden területi változtatást ezen országok érdekeinek megfelelően hajtottak végre. Románia ragaszkodott hozzá, hogy megkapja az Arad Nagyvárad Szatmár németi vasútvonalat, aminek eredményeként legalább 3-400 ezer magyar került Romániához. Hasonlóképpen gondolkoztak a csehek is, akik ragaszkodtak a Pozsony, Érsekújvár, Budapest vasútvonalnak a nagy részéhez, ez viszont megpecsételte a csalóköznek a sorsát is. Délvidéken az Antantnak a legfontosabb szempontja az volt, hogy a bánát kérdésében a szerbek és a románok ne ugorjanak egymásnak. Ausztria megkapta Burgenlandot, aminek az oka nagy valószínűség szerint az volt, hogy Ausztriát ellátva a megfelelő mezőgazdasági területekkel csökkentsék azoknak a számát, akik a Németországhoz való csatlakozást szerették volna elérni, tehát az anschluss -t. Sajnos ezeket a változtatásokat sok esetben nem valós információk alapján tették meg, mert Magyarország 1918-19-es zavaros belpolitikai viszonyai miatt csak 1920 Januárjában mondhatta el észrevételeit a békével kapcsolatban. Ha hazam, csendes haza, már csak a talid láthatnám. Látom fűsti, de csak az ég az az ég alatt a föld színyén, Olyan árban nincs a Az ég alatt a föld színyén, Olyan árban nincs a Árvasági macsabánom, Csak a pálmanyám sajnálom, Drágasági Csak a pálmanyám sajnálom. Tesvér, mikor az úton jársz, Szíved fájja, engem nem lát. De a fájás mit tudsz tenni, Egyszer ennek így kell Mi lett volna, ha nem írjuk alá? A gondolattal való kezdeti kacérkodás után ez a megoldás hamar lekerült a napi rendről. Ezt egyetlen felelősen gondolkodó politikus sem javasolta. Teleki Pál erről a kérdésről a következőket mondta. És talán mégis alá fog kelleni ezt írni, mert éhenvész Pest, és az oláok a tiszáig be fognak jönni újra. A kérdés csak az volt, hogy ki írja alá. Hát kisorsolták. Egy kalapból a kormány egyik tagjának a nevét kihúzták, aki elutazott Párizsba, és aláírta a békét, remélve azt, hogy ez nem sokáig lesz így. Azóta száz év telt el. A második világháború után még három települést elcsatoltak Magyarországtól, csupán azért, hogy Pozsony ne legyen túlságosan közel a határhoz. Nagy magyar télben picike tüzek, a lángotokban bízom. Legyen bár messze pusztán rőzseláng, bár bolygó fény a síron, Szent házi tűz vagy bújdosul zsarátnak, boldog vagyok, ha magyar lángot látok. Nagy magyar télben picike tüzek, szikrák, mécsek, lidércek, Mutassatok bár halmokat vagy rejtett aranyércet, csak égjetek csak melegítsetek ma, sose volt így szükség a lángotokra. Nagy magyar télben picike tüzek, jaj, beszédszórva égtek, királyhágon, kárpáton mindenütt, de mondok egyet néktek. Szelít fények és szilajvándorlángok, mit gondoltok, ha összefogóznátok? Nagy magyar télben picike tüzek, sose volt olyan mágia, mintha most ez a sok-sok titkos láng összefogna egy láncba. Az égig, a csillagos égig érne, és minden idegen rongy benne égne.